Szervusz, nézd, mit hoztam neked szülinapodra. Miért hazudsz, amikor nincs is szülinapom, és nem is te hoztad, hanem John Bart hozta. John Bart hozta, de én kértem meg a John Bartot, hogy te kérd meg a John Bartot, hogy hozzá el ide a Brutál Doomot, és akkor játszhatsz egy olyan játékkal, amivel te is szeretsz. És még te mondod nekem, hogy számító vagyok. Hát szép, hát szép. Na most akkor meg vagy vesztegetve? Srácok, még mielőtt elkezdenénk a videót, John Bart megkért, hogy mondjam el, hogy ez egy igen véres játék. Rated M for Manly. Na jó, tehát... azt mindenki tudja, de meg a Mortal Kombat, na úgyse véresebb vagy. Nem, hát nyilván nem. Na, egyébként a Brutal Doom... Grafikát húzzuk föl, jó? Még nem fejeztem a monológomat. High texture. Srácok, itt ez a max grafika. Tehát akik most elveszítenek bennünket, azok nem érdemli. Nem eddig férfiak. Igen. A lányok sem. Aki ezzel a játékkal nem játszott, az nem követhet minket a YouTube-on. Fú, akkor... egy feliratkozó. Choose a Power Fantasy. Level. Jó, figyelj, ne, tényleg. Power Fantasy viccelsz, nem? A nehézségi szín... Ne! Harsh. Veszély. Nem áll, hát... I am super bad. 10 pontos. Black metal. Na jó, most látszok, akkor legyen buszi. Legyen hárs. Higgyél nekem. Na, ez egyébként egy mód. VSD-vel kell irányítani. De várjál, ez egyébként egy mód. Mondjuk el a uraknak, hölgyeknek, mert ez egy Doom mód. Ez egy Doom mód. A világ legjobb FPS-ét. Na, már látod, már is hiba van. Fejre persze. Lehet benne rúgni, és sokkal véresebb, azért szeretjük. Wow. Meg hát már Doom. És ilyet is lehet. Berekkel. Ezt ugye remélem nem láttátok. Nézzétek meg. Space-el nyitva. Jaj, meghaltál. Bocs. Igen, lesznek még bent, menjél már. Úristen, rángatod az egeret. Dehogy rángatom, én helyesen lövöldözök. Na egyébként igen, ez a Brutál Doom, és hát olyan, mint amilyennek a neve mondja. Brutál. És most az lesz a versenycsocsó, hogy kimegy el tovább az első pályán, jó? Az a baj, hogy akkor végül viszont. Órán keresztül. Oda néz, láttad ezt? Nem. Még agonizált a szenvedéstől. Honnan néztem? Ez nem nekem való játék. Nem vagyok tudom. Agresszív. Nem egy vagyok. Szintű, csúnya. Fú. Ha most a modern közösség ezt látja, amit te mondasz, meg hallja, mert ugye látni nem látják, amit mondasz, de hallhatják. Hallhatják. Te vállalod ezt a fajta szemtelenséget? Nézd, ez nem csúnya, ez gyönyörű, szép. Dragon Age 3 elbújhat mellettem. Yeah. Jó, hát nézd, jó, azért... Nem, azt nézzük. Már nekem az is nagy öröm, hogy megy egérrel. Egyébként igen, a régi Doom az nem megy egérrel. Nem lehet benne... És nem lehet fölfele nézni. Így van, nincsen feel look. Lehetett a page up-al szemben, vagy page down-al fölle nézni, tök felesleges volt. Mert mindegy, milyen magasan volt az ellenfél. Ha abban a síkba lőttél... Nem akarok hülyességet mondani, de azt hiszem... De jó, kidodzsoltad ezteket a tűzlabdákat. Mindet levetted mellé. Nem vettem le mindet. Nem? Egyet kikerültél? Várjunk ott, még nem látom, hogyan lehet rúgni? Hogyan lehet rúgni? Megmutassam. Tedd ide a fejed. Lehet rúgni. Láttátok ezt? Nem. Hoppá, mi történik? Mit nyomkodsz? Nem tudom, nem megyek. Biztos, mert... Ojjajjaj, mi történik? Szerintem beléptél konzolba, vagy valami ilyesmi. Jaj, ne, konzolba! Piros a crosshair. Tehát hazatértem. Igen. De egyébként ott van alul, hogy hány HP-n van. 14. Mit akartak? Egész jó állapotban vagyok. És páncélod meg jön. Na figyelj, ha összeszeded... Páncél! összeszeded az első kulcsot, akkor elhiszem neked, hogy az egy jó játék. Tényleg, akkor csak... Tehát ellenkező esetben nem hiszem nekem? Aha. Hoppá, ez így kicsit... Bizonyít. Kicsit nehezíti a dolgokat! Az, hogy béna vagy? Nem, hanem az... Hoppá. Az, hogy ez ilyen fegyver sem volt, meg shotgun volt az elején, nem? Vagy mi volt? Az elején pisztoly volt. Így van. Hú, de régen volt ez, igaz, Krisz? Még a Battlefield előtti idő. 22 éve, kérlek szépen. Úristen. Éltél már akkor? Mit láttad először? Azt mondjam. Kérlek szépen ezt elő... Ó, kifröccsent. Facepalm. Na, addig egyet én most, jó? Na, szépen. Maradj el, nem kell messzebbre menned, mert ez nem olyan játék, hogy messzire menjél. Értem. De miért nem haladunk egy másik pályára? Most megnézzük, hogy egy Battlefieldes hogy játszik, meg hogy játszik Csocsó, aki
mocskos konzolos. Final Fantasy-t mondjuk. Figyelj, ne emleges nekem, a Final Fantasy 15 intrója óta vannak rémálmai. De te szereted a Final Fantasy-ket. Az egy dolog, én nagyon szeretem a Final Fantasy-ket, de azt, hogy az a játék kezdődik, azt nem szeretem. Na, de egyébként úgy képzeld el, hogy én először a Doom-mal egy iskolai PC-n találkoztam, mint olyan sokan szerintem. Hát, hogy iskolában már leragadtam. A négy elemét, tudod. Okay, yeah. És akkor volt, hogy már a két épületre volt osztva az iskolánk, volt a kisiskola, meg a nagyiskola. Azt hittem, hogy az ebédlő, meg az úrvonázó. Nem, és a nagyiskolában, a nagy számtek teremben, amit éppen újonnan adtak át akkor, abban volt egy-két erősebb gép abban az időben, ami ilyen Pentium 1-eseket jelent, és, igen? És ott futott a Doom, és emlékszem, annyira totálisan a hatásra kerültem, a Doomnak is, meg a Duke Nukemnek is, hogy tudnék el, hogy 2 percig raktam az iskolától, mindent elkövettem, hogy bevittem flopikat, és majd átlásom. Ha hiszitek, ha nem, srácok, nem túlzok. Legalább 15-ször mentem haza, és vittem el a flopikat, mert mind beszart. Ahogy hazaértem, az egyik flopi tuti nem volt jó, CRC-ba. Szerintem valaki szivatott, direkt. Szerintem csak a technológia szivatott meg. Oda nézd a sok vért, az, jaj, de jó, az a játék visz. A PC-ket akkorákat üvöltesz, amikor valami gond van a PC-vel, szerintem akkor valami ilyen. Jó, hogy a hardware szerkesztőnek között utálja a PC-ket. Ezért most tuti egy csomó levelet kapsz. Hát ha valami gondja van, akkor így állandóan így teljesen kikelsz maga. Na jó, mert ráfigyeltem. Kérem szépen. De rájöttem egyébként, hogy nem szabad csinálni. De ne a lábukra lőj, vagy a izéjük. Mindenhova lövök, ahol vér van. Egyébként miért jövünk errefele? Miért nem rohanunk át a pályán? Mert minden... kell a páncél, ott a zöld páncél. Kell a fenéket, mindig csak hazudsz. Tessék, páncél. Te mindjárt meghalsz. Dehogy halok. Hát jó, ilyen gyors végigjátszást én is tudnék csinálni. Ja, tudnék ilyet. Jó, nézzük, meddig jutsz, úgyis mindjárt meghalsz. Itt van benne HP, van benne HP. Igen, a hordóban. Odanéz, és éppen megtibeggel. Ojaj. Na, eddig jutottál. Szerintem vegyük vissza a nehézségből, jó? Szerintem is mit szólnál, ha mondjuk elindítanak egy másik pályát? Jó, még egyszer ezt. Még egyszer, hogy mindenki eltűnjön, aki nézi ezzel játszunkat. Nem. Miért? Szerintem szurkolnak most. Szerintem, várjál. Aztán szrobány! Ez is! Mostanában nem szokott kilenni a videó elején, hogy csocsó nyafog. Úgyhogy muszáj vagyok extra nyafogos szintre kapcsolni, hogy ne felejtsétek el ezt a tulajdonságot. Ne. Én meg beleállok az összes lövésbe, akkor a lámogat. Egyébként érdekesség ezzel a moddal kapcsolatban, hogy John Bart mesélt egy igen furcsa történetet. A mod alkotója egy hát nagyon tehetséges fiatalember, akinek viszont komoly személyiségfejlődésbeli problémái vannak. Konkrétan kibannolták az egyik, sőt talán a legnagyobb Doom modder közösségi oldalon egykor. Mert megjelent ott egy szerencsétlen modder, akinek így nagyon összejött minden az életében, és írt egy posztot arról, hogy öngyilkos akar lenni. Megírta, hogy nagyon elege van az életéből, és hogy egyszerűen szar minden, csak a Doom tartja benne a lelke, de hát az se sokáig nem elunja. És mindenki rogatta neki, hogy hát azért gondold már ezt át, kicsit menj el orvoshoz, stb. Kivéve ezt a úriembert, aki elkezdett neki linkelgetni olyan weboldalakat, hogy hogyan legyél öngyilkos. Ezt a moderátorok nem annyira értékelték, sőt, utána állítólag még el is küldte az összes moderátort a francba. Ez túl nehéz. A másik pályát. Jó van, legyen a puszi mód, köszönjük. Igen, na mondjad tovább. Na mindegy, szóval csak ennyi, de egyébként annyira nagy hatást gyakorolt a Doom közösségre ezzel a móddal, hogy az új Doom, az rúg bele! Hogy a F? Halálra mutattál neki. Erre a F, Q, oké, most. Szóval, hogy ez a drága ember olyan jelentősen hatott a Doom világra, hogy az új Doomban, ugye ami régen Doom 4-ként emlegettünk. Üli őket a Pinky, igen, mondhatok. Most már csak Doom, abban is lesznek kivégző mozdulatok, és abban is lesznek ilyen nagyon brutális fellerobbantások. Tehát, hogy gyakorlatilag átvettek egy csomó dolgot a modból. Ez tök király. Latty. Károly sosem fog megjelenni. De. Az új Wolfenstein-ben már bétát kapsz hozzá a helyétől. Igen, és ha minden igaz, akkor az Elhardmon be is fogják mutatni az Elhardmon-ot, úgyhogy... Aztán, hogy mikor jönik meg, hát nem tudom, remélem, hogy még idén kiadják. Most már ugye a Bethesda ülőnek ukon, őnekik az sem tetszett, amit az id művelt a Rage-el. Szóval szerintem ki fogják adni idén.
Amit én nagyon várok, egyébként a legjobban várt játék általam az a, az a Doom, ez mindig, tehát tök mindegy, hány, milyen évet írunk, a Doomot várom a legjobb. Egyébként mi a fejét csinál? De nem tudom, majd segítsél, mert merre kell menni. Ja Isten, ölni kell, Krisz, ez az a játék. Jó, de hogyha nincs több, akit ölhetek, ó, biztos erre. Ott teleportálnak, miért nem mész be a teleportba? Mindjárt elfogyott a lőszer. Így. Egyébként nem sokára jön az új Doom, oda új brutál Doom verzió. Ja, a V20, láttam a trailerét. Igen. Kedvet is kaptam, hogy játszak ezzel. Várj ezt is. Srácok, úgy képzeljétek el. És a zenéje is tök jó. És most képzeljétek ide, hogy egy ilyen nyugodt pszichológus azt mondja. A videójátékoktól nem lesz senki erőszakos. Mert azért a Mortal Kombat után ez nekem annyira lájtos, hogy így hihetetlen. Jó, hát a Mortal Kombat kicsit más. Az ott valami nagyon durvaság. Kérlek szépen, az ott azt hiszem egy Hell Knight, az a neve, igen, az a Hell Knight. Mert amúgy két verzió van, ez a Hell Knight, és van a más színű, de az már csak a Doom 2-ben van, nem is tudom, mi a neve. Majd valamelyik kommentelő jól megírja, hogy melyik ez Hell Knight. Dodzsolom az összes. Lőjed. Lőném, de nincs helyem, ahova dodzsolhatnám ezeket a izéket. Egyébként, ha jól látom, a játék 60 FPS-sel szakít, milyen hihetetlenül gyorsul. Jó gépen van, mi? Vissza a Doomot, teljes képen jön. De egyébként miért nem látjuk a Doom Guy arcát? Ez viszont hiányzik nekem. Nagyon jó grimaszokat. Jújjúj, miért nem lehetett ugrani? Hoppá! Na! És nem lehet ugrani, de fura, nyomkodom itt a space-t. Ugrani, ez egy Doom, mit igen, akarsz? Jó. Azt a végbe lehet, te... És ezeket meg kell nyomni, meg kell? Hát ő ajánlott, nem kell semmit, érted? Enni sem kell. Rakétavető, meg minden... Na fogadjunk ilyen szikreteket, te sosem találtál volna. De, kimaxoltam a Doom 2-t. Tényleg? Oppá, de már úgy látom kell is. Általában évente végigjátszom. A Doom 1-et azt ritkábban szoktam kitolni, azt már néhány éve nem toltam ki, de azt hiszem azt is kimaxoltam már. Igen, csak azt még PC-n. Az volt még az utolsó játék, amivel játszottam. Igen, amit fél percnél tovább futtattam. Igen. Na tudjátok, ma már az ember úgy van vele. Elindítja. Egy perc, kettő maximum. Ha ebből nem tudjuk levonni a következőt. Igen, akkor már nem jó. Az... Pont lesz majd a mostani Levrovban egy levél erről egyébként. Nem akarok spoilerezni. De lesz egy levél pont erről a témáról, hogy hányszor kéne végigjátszunk egy játékot ahhoz, hogy releváns véleményünk legyen róla. Attól függ, mennyi időnk van rá egyébként. Ezt is érdemes azért hozzátenni, tehát sokan elfelejtik, hogy ez... Álljunk meg és nézzünk szép lassan körül itt. Jaj, de szép. Lopják egy képernyőment és neked. És az emlékbe. Mindörökké elkésre, a telefonomon az lesz a háttérkép. De itt ezt hogy csináltam volna végig, ha nincs rakétavetőm és nem veszem fel a titkos pálya részét? Ügyesen, de egyébként az nem titkos, az csak egy jól elhelyezett hely. De mi a titkos benne? Te is megtaláltad. Hát jó, de mert én ügyes vagyok. Azt hiszem rossz irányba jöttem. Egyébként nagyon jó, hogy ülne ezt a két folyosót nézzük 10 perc. Annyira de mondd meg, hogy merre menjek és... Te játszol! Te légy kreatív! Jó, majd te is el fogsz tévedni, eltévedni. That's cute. Egyébként ezt miért nem kapcsoltad be? Na látod? Na, figyelj, hogy ez mit csinál. Hallod? Nem, mert nincs rajtunk fejhallgató. Így van, nincsen felhallgató, mert titeket akarunk hallani. Szerintem azt is át kell... Aja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 j
De... De jó. Mi a csuda? Belelőttem magamat valami másikba. Okay. De fel kéne menni. De nem tudsz visszamenni? Nem. De vissza tudsz, állj bele ebbe, és ez vissza-vissza. Ja nem, mégsem, elnézik. Mi nem váltasz valami olyan fegyver, ami nem viszi le a HP-d azonnal, drága Krisz. Na végre. Jó. Várj, csak ti, menj vissza, menj ki. Megyek. Oké, okay, ott a HP, ott vedd föl őket. Ügyes. Ezt a piros ajtót kell kinyitnom, úgy érzem. Úgy gondolod? Van egy ilyen előérzeted? Most videótesztet csináljunk belőle, most, hogyha már van ilyen anyagom ebből. Tesztet. Őszintén egyébként ezt felkarolná az id és kiadnák, ez simán lehetne fizető, olyan módon, hogy simán fizető. De már 10-szer eladták így is a Doom-ot, ez több pofátlanság lenne. Dehogy is, a Doom-ot soha nem pofátlanság, 100-szor megveszem srácot. Igen. Az a baj, hogy igen, tehát a hozzám hasonló ősküvelet barmoknak simán el lehet adni ezt a játékot. Még 3-szor. Még akár 55-ször, vagy 155-ször. Te figyelj, te játszottál eddig az előző résztel? Vagy mi az előző játékban? Te nem voltál olyan jól, látod? Az előző játékban? Úgy érted, hogy a...
az előző pályán. Figyelj, őszintén, azért nem voltam ilyen jó, mert úgy akartam, hogy téged is az igaz útra telelek, és megcsinálom ezt a pályát, akkor... Mint számító szörnyeteg. Akkor itt maradsz. Életem végig itt fogok élni és ezzel játszani. Mert be kell, hogy valljunk valamit, srácok. Csocsó, légy szíves, vald be. Már most robbantsam az F-bombát? Igen. Hát nem is tudom. Csocsó elmegy tőlünk. Csak így megsugom nektek, srácok, hogy így azt mondta, hogy... Én mosom a kezeimet Wilsonnal szemben. Ő most már úgyis csak egy hétig a főnököm, úgyhogy hogyha téged azért kirepítenek innen, mert elárultad ezt ott. De egyébként... Nagy titok, igen. Beleírtam a Levrobbe is, csak szólok. Jó, de az még nem jelent meg. De egyébként igen, ez a szomorú tényállás, de ez nem jelenti azt, hogy nem fog többet a PC-ru hasábjain írogatni, vagy titeket idegesíteni, esetleg Kriszt idegesíteni. Na persze, mindenki ezt ígéri. De való igaz, hogy és nem tartják, nézd meg, még mindig írnak. Na, mondj egyet, aki nem ír. Te. Kérem magamnak. Bét. Ő is ír. Na jó, de mi? Hát amire ideje van, meg hát a Daisy rovatot, hát mi mást? Neked se lesz idő. Majd írom a Brutal Doom rovatot. Tényleg? Jó. Őszintén elő simán írnék, meg lehetne tölteni vele. Dotáról kéne írnod. Odaértek a plazma fegyver. Egyébként ez a vicc, hogy most szegénynek azt hiszik, hogy viccelünk egyébként. De tényleg nem. Hát ez nem, tényleg. Személy csocsó, ez tényleg személy. Elmegy, itt hagy minket, és most én már nem tudom, kivel fogok csinálni ezzel játszunkat, mondjuk így magamba. Meghívunk olvasókat, jó? Nyugodtan jelentkezzetek ide, gyertek be hozzám. Nem, nekem más konstruktívabb ötletem van, ezzel játszom. Ez lesz a videó, és tényleg... Kommentár nélkül. Az is kommentár nélkül. Mint azon a bizonyos magyarországi hírcsatornán, amin kommentár nélkül, és mutatják a semmit. Na, indítsunk egy új pályát, hadd örüljenek a skacok. Hogy kell? Ezután igen, szomorú hír után, igen. De ez mind csak fejezet, ugye? Aha, hát nem, a Inferno is jó lesz, az jó véres fejezet volt. Legyen power fantasy. Na, hogy kezdődik egy nagy izével? Nagy, vigyázz, mit mondunk. Csocsóval. Azaz. Ja, tényleg azt a kedves nézők tudják, hallgatók, hogy mit jelent a csocsó spanyolul? Nem hiszem, de most már elmondom, mit? Hát ez egy pervers dolog, mert egy biztos. Konkrétan női nemi szervnek, genitáliának egy ilyen kedvesebb megnevezése. És ez valószínűleg nem akkor derítetted ki, mielőtt magadnak adtad ezt. Nem, valóban nem. Megmondom ezt őszintén. Ezt azért tegyük hozzá, hú de jó nék, ugye? Ezt így ismered, és akkor ez lesz a... már megint egy boss. Ez nem boss egyébként. Ez mi? Csak a izében, hát ilyen mini boss, erősebb ellenfél, de amúgy semmi különös. Ja. Boss az mondjuk a... Én már rég szeretnék nevet változtatni, most mire változtatnál be nevedet? Mármint úgy érted az újságban? Aha, hát milyen új niked? Hát nem tudom, igazából... Kivégzés nincs. Nem, az a baj, hogy elvileg van, lesz, de vagy azt hiszem a V20-ban lesz meg a Ragdoll Physics is, de már nem akarok hülyeséget mondani, majd Izzy úgyis elmondja, ki a vit majd itt engem, ő John Bart a kommentek alatt remélhetőleg. Ő nagyon-nagyon nagy rajongója. Nem, sőt azt mondta nekem, hogy picit több cikket vállal most majd, mert kicsit nyugisabb lesz a melóhelye, ugyanis nem, neki nem ez a 8 órás állása. Megy a helyére valaki, nem tudják ki, valami Péternek hívják. Fú, mit fogok én még ezért kapni, fiúk? Na mindegy. Na, boxod le ezt a két Despire-t. Ez egy kakú démon egyébként. Kakú démon. És ha hiszed, hanem egyébként ez egy létező démon, azt hiszem talán a zsidó mitológiában. Létező démon, várjál. Úgy értem, hogy mitológiai szempontból létező. Ja, értem, ez is. De miért nincsen fegyverem? Minden reggel ott hagyom. De most halál komolyan. Azért nincs, mert elfogyott a lőszered, mert használsz mindent össze. De ez itt jön nekem. De akkor várj csak a fegyvert. De váltottam, váltottam, de mind üres. Látod? Üres. Ó! Na, mondtam én, hogy nem üresen minden. Csak az ígéretek. Csak az ígéretek. Hogy itt maradsz. Meg a szíve. Ha nem, már figyelj, én próbálok neked nem lelki ismertódást csinálni. Nagyon jó dolgot, nagyon jól csinálod, de szad mondjam meg neked. De rohadj meg. Halljátok, srácok, én nem számítottam ilyen grim jellegű ezzel játszunkra, de ez Krisz hibája. Őt kell keresni. Hát, ja, engem majd fog. Téged fog. Téged azt se fogják tudni, hol leszel. Szia, Krisz. Várom a következő idézet egy levélből jövőből. Szia, Krisz. Hogy vagy? Tudom, hogy az áruló csocsó szemét hátbaszúrása óta újra megtanultál beszélni végre. Három hónap tartott. Három hónap.
De szeretném, hogyha tudnám, mi veled vagyunk. Csocsót azóta felnégyeltük, és megtalált darabét a budapesti hidakon. De várj, nem csak 4 híd van Budapesten, 7. Úgy geocaching játék. Keresd meg Csocsó darabjait a városban. Tessék, nyomkodsz össze-vissza, egérre lőjél. Az a baj, hogy túlságosan... Kérjél őszert. Viccesre és érzelgősre veszed a figurát, mindjárt sírni fogok. Pedig itt ez a sok vér, és örömömben kéne zokognom. Erre te... Te. Azt, fogsz te sírni majd, mindjárt majd, ha rájössz, hogy mennyi fizetés kapsz ott. Ahova mész. Jaj, Péter, ne haragudjon, de elírtunk ezt a számot, ez nem ennyi. Jaj, nem, ennyi. Jó, de most, hogyha már aláírtuk a szerződést, ugye nem gond. Nyugodtan. És itt a piros tűzőgépe a pincében kéne kezdeni ebben a hónapban. És ja, igen, és azt is elfelejtettük mondani, hogy most próbaidő van, még, de ez nem gond, a többieknek is csak 4 hónapig tartott. A fél fizetését le kell adnia nekem. Ja igen, és az első 2 hétben csak élelmiszerrel fogjuk tudni ellátni. Jegyre? Mint az átkosban, amikor még gyerek voltál? Hát majd rendelnek neked valamit, spenótot, és akkor az lesz a bérezésed. Srácok, én ezt hallgatom. Már nem, és nézd meg, látod mi? Ez egy új pálya. Megcsináltad a pályát? Igen. Na igen, ez kell neked, mint a férfiak. Kicsit noszogassalak. Egyébként... Mondjuk azt azért tegyük hozzá, hogy milyen nehézségi fokozaton sikerült ez. Játszottál-e már egyébként ezzel Ultraviolence? Dehogy játszottál. Én kit voltam? Most látom először. Nem a brutált, a normált, bocsánat. Tehát a normált... Normál, dehogy is, hát akkoriban még egérrel. Mindig rányom arra rohadt csetre. Ki a franc csetel ebben a játékban? Hanál komolyan? Hát ja, olyan jó, hogy jönnek az ellenfelek 3, cseteljünk egy kicsit. Na, szóval... Ezt egérrel, egér nélkül billentyűzettel végigtolni is nagy kihívás volt. Nemhogy így ultrabájon lehetszen. Egyébként nem fogjátok elhinni, de a legjobb port ebből a játékból, meg én amit ajánlok manapság, hogyha valaki szeretne eredeti Doom-mal játszani, a Steam-es sem rossz, viszont, mert lehet kapni Steam-en egyébként, viszont én azt mondanám, hogy a... Na most már meg egérgörgő, jó? Húzod fölfele. Nem, ez is... Ez jó, tessék, dír! Igen, csak ez elvileg még most jelenleg még csak hogy hívják ezt a power rakot, bocsánat? Tudom. Tudod mi a neve? Igen, tudom. Mikor ilyen sértetetlen vagy és minden. Igen. Mondjuk eredetiben nem vagy sértetlen, de én nagyon nagyokat ütsz. Uh-huh. Na szóval, igen. Na és mit is akartál mondani, a legjobb port az Steam-es, vagy? Nem, a PC-n nyilván azt ajánlom, viszont ha valakinek van konzolja, akkor mindenképp a Xbox 360 PS3-as verziót tudom javasolni. Nagyon jól működik egyébként. És nem, nagyon viccesek hangzik, de tényleg az a legjobb. Tehát baromi jó átirat, az idénytel zseniálisan jó. Halljátok? TV-re rabat jól néz ki ilyen nagyban, tehát én nagyon élveztem. Konzolt reklámhoz, PC-gülünk, halljátok? Hé, nem azért volt ez a baj, hogy végre, ha még utoljára terjesztem az igét. Most nem is baj, hogy elmegy. Hánca fog még belőni ebben, komolyan. Na, kis koponyákat, itt már látszik itt. Tessék! Fuck you! Akkor biztos meghal. Fuck you! Lőjél már bele! De mindig lenyomom azt a rohadt chat gombot. De mert akkor lapát kezeid vannak. Srácok, egyébként én ezt, amit Chris az ördben nyomott, ezt hallgatom már így egy hónapja. Tehát nem vicc, ugyanezt a szöveget... Meg is érdemel. Egy hónapja minden áldott nap elmondja. Bejövök, ugye csacsa... Nem is borotválkozta egy hónapja, az látszik. Egyébként szerintem igen. Szerintem hazamész és így bőksz. Gyere ide, bükike! Ma is bántottam be! Figyelj, nem véletlenül játszom ezzel a játékot. Visszaidéz a férfiasságom. Igen. Játszottál kicsit férfiasabb játékokkal is. Hát, mint a Final Fantasy 15. Mint a Final Fantasy 15. Te nem vicc. Gyertek fiúk, menjünk be a sátorba egy kicsit. Mind a négyen, nyomunk öten. Ja, a rest party. Aztán elmegyünk együtt kalandozni. Értitek? Srácok, elzárkózom. Nekem ezzel semmi bajom, csak furcsáltam, hogy tetszett, érted? Meg hogy vízzel rögtön rád gondolt, hogy neked kéne írni volt. Figyelj, ez akkor volt rohadt jó, amikor nemrég Mr. Tornán jártam, és most vette egy nem viccelek nektek, 60 vagy 55 szolos óriás tévét. Tehát akkora a tévé, hogy így a szobáját elfoglalja. Nem vicc, bemész, és nem látsz csak azt a kurva nagy tévét. És akkor, hát milyen játékot nézzünk meg rajta?
ment rajta ugye a Mortal Kombat, hát mondom, ez nagyon-nagyon szép így ekkorában látni a kibelezett embereket. Nem egyébként, még csak idézőben csak Full HD, mert mondta, hogy a 4K-nak egy olyan látja értem. Egyébként tényleg nincs. Na mindegy, szóval... De hogy... akkor a tévén. Hát egyébként nem, meglepően jól néz ki rajta a Full HD is. Mert mindegy, szóval elindította, játszottunk vele, és akkor hát megmutatta a Final Fantasy demót újra, ekkora izén, és hát ugye úgy indult, mert... És egyébként vicces, de tényleg. És már játszottam ugye a demóval, de hogy hát kíváncsi voltam, hogy hogy festek korábban. És hát az a baj, hogy rögtön az elejére indult, ahol öt igencsak metrosexuális különű fiatalember ébredt fel egy sátorban. De nem vicc, tehát ez halálkomolyan így indul a játék. És tehát az egyikük nem akar felébredni az Istennek se arra, hogy csörög a telefon, sehogy sem akar felébredni. Ez a csöcsó. Nagy nehezen végre föl kell, és oda megy hozzá a legnagyobb fickó, tényleg a legnagyobb, akkor mint egy hegy, ő az, aki tényleg pasasnak néz ki, tehát ránézem, mint egy régi szamurá, és közli, hogy Alan Susék, a nagy fiú játszani szeretne. És így, tud így nézek, hogy Én ezt úgy írják. Torg, nem kapcsolnád le, és akkor utána kiderül, hogy a játszani szeretne, az azt jelenti, hogy kimennek, és akkor harcolnak ott ilyen szegény állatokat, gyilkolnak halomra, nem vicc, de tényleg. De egyébként a játék, most minden hülye point félretéve, nagyon régóta a legjobb effektnek tűnt. Nekem nagyon tetszett. Hangulatos, nekem is tetszett, rohadt jól néz ki, ahhoz képest. Elkezdik a dialógusokat, akkor így a fejemet fogom. Tudod, mi volt nagyon érdekes? A Kotaku osztotta meg, pont most, miatt elkezdtük a videót felvenni, egy ilyen statisztikát arról, amit végül a nyilvánosságra hoztak. A játék, amikor befejezed a demót, akkor föltesz neked ilyen kérdést, amiket így megválaszolsz, ha akarsz. És ezek a kérdések elmennek a kiadóhoz, a Squarehez, meg a fejlesztőkhöz, mert ők ugye már egy ideje úgy nem igazán drilliroztak Final Fantasy terén, és úgy voltak vele, hogy akkor most meg kikérdezik a rajongókat. És ebből csináltak egy bazi nagy, ordasna statisztikát, nem vicc akkora, hogy így egyébként sem erre kéne menni. Te nem tudom, mit körözöl egy... Ó, van térkép. Van, hát, és arra kell. Hoppá. Arra? Aha. Az mit jelent? És ezt itt. És csináltak egy ilyen statisztikát erre az egészre vonatkozóan. Most nyomkodod a falat. És igen, mert nőtt a fegyó, csak mindegy. És kijött az, hogy ha hisztek, hanem sztori szempontjából a demót kivégző játékosoknak csak 7% a Japánban, tehát ez a japán statisztika, csak a 7%-uk mondta azt, hogy őket érdekli a sztori. Hát el is. A többieket abszolút nem is, szerintem ez rohadt sokat megmagyarázza, hogy miért olyan fulák a japán játékok. Amerikaiaknál ez az arány 25% volt, tehát jóval magasabb, de ott is viszonylag alacsony, mert mindenki inkább a harcrendszert írta, hogy Final Fantasy-ben az érdekli, a lootolás érdekli, a endgame content érdekli, tehát olyan dolgokat írtak, amik ugye én tipikusan régi, 30 éves RPG-k jellemzőiként, ugye ez a sorozat is nagyon régi, így vonzanak, tehát vonz a régi rajongókat. Indíts egy új pályát közben. Pont erre gondoltam. És... Az. Na, szóval ezt írták, és szerintem ez nem magyarázza, hogy miért ilyen a játék. Tehát, hogy ez náluk ott így igazából az, hogy kicsit nevetséges a sztori, hogy baromsak vannak benne sokszor, az náluk úgy nem probléma, érted? De hát, ha nem olvassák el, persze. Pontosan nem érdeklik. Viszont fontos kiemelni, hogy az FF13-at rengeteg kritika ért annak idején. Szar a játék, mert lineáris, idegesítő vanilla karaktere, mit tudom. Ahhoz képest, komolyan mondom, az nem csak Japán, de úgy általánosságban véve egy ilyen viszonylag előremutató játék volt, erős női főszereplője volt, tehát nem egy ilyen tipikus izét kaptunk, baromságot a lányos külsejű kisfiúkról, na és most hova a fenébe menjek? Le a víz alatt. Vassav, jaj, meghaltál! Jó, figyelj meg! Székre. Ez jó, akkor csak még mindig nem nagyok, mert ők előrébb. Szerintem tehát, hogy... ott valamit ott hagytál még abban a teremben, ott. Nem? Nincs itt semmi. Nem úgy értem, ott, ahol felvetted ezt a... A Rocket Launcher? Nem, a négyszeres sebzés, hogy mi volt az. Ja, az odakint volt, milyen visszamegyünk. Az. Ott jobbra át, ott jobbra. Itt hagytál szerintem valamit. Hát vannak ezek a kapcsolók. Hát ezt mondtam, És kinyílt ott az ajtó, szezám tár, ujj! Nagyon jó, csak most elmúlt rólad a négyszeres sebzés. Szerintem most kezd újra ezt. Csudiba, nem adjuk fel, nem adjuk fel, Krisz, nem adjuk fel. Nem adtad fel, csak... Ahogyan Somló Tamás ének, ne adjunk fel! Ugye Somló Tamás? Aha. Az a te korodból való, tehát ez nem, itt... Nem, nem hallgatok belőle. Jó, értem. Egy ideje már nem, amióta bejelentettek, hogy elnéz. Én nem tudom ezek után mit mondhatnék. Egyenlelkismert furálkodat, hogy gondolom.
Figyelj, megyünk mi még hazafele. Igen, igen, megyünk. Én rollerre. Nem vicc, Krisz rollerezik. Azt hiszitek hülyéskedünk. Tök király, mindenki. I shit you not, hogy angolosan is megegyezze. Mindenki megnézi a rollerámát. Még Anna Mari is megcsodálta. They see you rolling, they hate him. Yeah, yeah. Szeretem, mert sokat kell gyalogolnom, és akkor azzal meg rövidítek a beérkezési időn, hogy előbb találkozzak veled. De már nem leszel itt holnap után, úgyhogy nem tudom mit Meghallgatom, tessék a tiéd. Na végre, most megmutatom, hogy kell járni. Na jó, jó, mutasd. Egyébként megkérdezhetem, hogy utoljára felvesszük ezt most ténylegesen, vagy csak nem szivatsz? Hát most nem mindegy neked. Holnaptól már úgyse vagy itt. De itt vagyok még holnap. Holnap, igen. Még. Jó lesz a menni a kis bűnben? Srácok, én nem tudom, mit mondjak egyébként. Szégyelled magad, igen? Krisz helyett is összeszégyeltem magam. Nem amiatt. Na most tessék. Mindenkit figyelj, megövett. Te mentél. Hova tűnt az a négyszeresebb? Látod, Jolo van, és te itt nem, itt egyébként milyen kapcsolatban izéket? De itt volt egy izé. Nem biztos, hogy itt voltam. De ott volt. Sose tudtad, ott volt. És a rakétavetőt miért nem veszed fel? Azt most. Csak siess, hogy a sav nem adja szét a kis popsikádat. Adok én nektek plácsot. Neztek oda is egy plács. Kérem, ez mind HP, egy. Rend lesz, igaz? De ne, ez miért? Ez szellem? Pinky? Nem, ez ilyen láthatatlan Pinky, és eredetileg ezeket ilyen kvázi átlátszó pixelekkel oldották, meg nagyon akkor lehetett látni, amikor mozogtak. De itt megcsinálták a sprite-ot, és nyomtak rajta egy ilyen áttetszőséget. Hogy is hívják ezt meg, hogy áttetsző valami angolul tőle? Transparent? Az, transparent effektet nem tudom. Nem ismered ezt a szót, tudom. Hoppá, ott jön a Hell Knight, Hell Knight! Ott valami kiesett, az mi? Ja, Hell Knight kupakja. Kupakja a lába, nem a... Te meg... Menj már innen. Ezt nem fogod tudni megvenni. Dehogy nem, zinjen meg innen. Aha, látom. Hát én előbb sima tessék, ennyi volt, és ott repkednek a szervei. Biztos arra kell visszamenni. Ott be. Ott itt vannunk én is. Várjál. Hopp, új. Egy HP-d van. Egy HP-d van. Az bőven elég. Imádom nézni, hogy kivérzik. Én is, és ez a szép clippinget is. Milyen jó látni, nem? Hogy így megoldották. Gyönyörűen néz ki. Ez nagyon szép narancssárga ég. Na most, hogy végigjátszottuk a Doom-ot, a legnehezebb fokozaton, akik most csatlakoznak a műsorba, azoknak elmondanám, hogy most oltuk végig, és királyok voltunk nagyon. Egyszer véletlen meghaltunk, de nem volt gond. Na, megnézem neked a Black Metal nehézséget. Új, de ugye nem ezen a pár... Nehezen. Ez mit tudom én? Jó, ez. Hát annyira nem tűnik részesnek. Aha, mert még nem találtak el, mert messze vannak. Figyelj, ez igazi is. Battlefield player, így kikandikál, óvatoskodik. Persze, pont az a játék. Az a baj, nem hallom őket. Tudsz spottolni? Igen, Q-val. Nézd. F-fel kell spottolni. Ha valami a homlokodon. Nézd, F-fel spottold meg az enemit. Hallod, spottold meg F-fel. Várjál, itt nincs szünet. Hoppá! Ott van spot. Egyébként tényleg Battlefieldben lehet így mutogatni. Meg is kérdezték egyszer, hogy mivel mutogat? Igen, mutogat. A spottolás! 85-ször beleírtam már tippekbe, hogy spottoljatok! Emlékszem arra, amíg a Battlefield 4 tesztedben volt az ominózus kép, amin így üvölt ez bőletben, és oda volt írva, hogy Commander Peace tanácsai, spottolj! Spottolj, te barom! Egyébként ez lehet ilyen majd... Ha majd 200 év múlva jobb létre szemben ülsz, lehet ez a sírtatot. Sírom a... Spottoljatok! Mert nem spottoltam. Nem spottoltam. Egyébként az teljesen. Tudom majd, amikor éhen halok, és temetnek. És akkor legyen a Battlefield főtére. Önkormányzati temetés, akkor már megjelensz ott a faldoboz fölött, amiben vagyok. És között... Azért... Te tanul... ez így elég kényelmes. Beléptem a teleportba, és ez vár. Közülmött, hogy Péter halála. Annak volt köszönhető, hogy nem spottolt. Igen. Hú, micsoda darálás. És látod, mindet fejlővésre intézel. Nagyon prú vagy. Igaz, hogy a HP-d legalább úgy hullik, mint a lőszered, de nem baj. Jó, hát ez ilyen játék, ebben nem lehet Space minden. Marine. Tudnom kell, hogy balról jönnek? Tudnom kell. Balról jönnek? Nem, most vagy ott ki a lőszered. Nem baj, még jó vagy. A Pinky az őket lövi, de jó. Hát ő nem lő, harap, de egyébként van. Igazad van. Ezért volt hát egy szakjáték újságíró. Oda nézd! Beszarok! Láttátok ezt?
Ó, te rendeság. Na, most már játsszuk már végig, jó? Ne legyél már béna. Most csocsó játszik. Persze, persze. Én mosom kezeimet a szószoros értelmében. Aha. Persze. Még ebéd előtt sem mosod. Miről beszélsz? Hát figyelj, a víz az nem csak karácsonykor kell, hogy érjen, ez nem valami... valami állatoknak. Vallási szabály. Hogy életben maradjon. Jaj, nekem elég az alkohol, érted? A sör, meg a bor, kész. Na. De nem, ja, hogy ezek jönnek át, ezek. Igen, azon így teleportálnak. Ja, egyébként még valami, ezek ezt mi? Is... Ezek tudnak ugrani, én meg nem. Ezt is el akarom mondani, az új Doomban visszatérnek a teleport kapuk, tehát tele lesz olyanokkal, nem úgy, mint a Doom 3-ban volt. Ez nem egy bár egyébként? Most... Nem hiszem, szerintem meg ne kellene várnom, hogy átjöjjön itt mindenki. Szerintem ez hiányzott. Van quick save! És ezt nem használtuk. Az csak a gyengéknek való. Én Dark Souls-on edződtem. Hát, ja, meg az eredetibe se volt, ezért nem számítottam rá. Ja, az eredetibe viszont volt sima mentés. Tetszett, csocsó? Jövő héten mivel játszok? Ja, már nem leszel kabbe. Én nem tudom, mit mondjak egyébként. Jó lenne valamit ehhez hozzáfűzni, de... De nem tudsz, mert bújdokoljál el egy sarokba, aztán mennyi oda, ahova nem kapsz majd fizetést. Nem kapsz majd... Figyelj, nem mondok inkább semmit. Ne is, már tették magukért beszélnek. Tudom már, mi lesz az új nevem. Júdás! Ez lesz majd a 30 ezüstödet majd elküldjük neked, jó? 30 ezüstödet. Hozzá egy kötelet is, hogy akaszthassak. Igen. Na jó. Na, jó volt? Brutál Doom? Egyébként határozottan jó az. Kedvet kaptál, hogy újra játsszál vele? Nem. az a baj, hogy... Ennyi, menni vissza, már Final Fantasy-zni tudom. Várnak a nagyfiúk. Igen. Inkább most elkezdtem. Úristen, mekkora tömeg, és ez megint milyen is? Ja, puszi-huszi-huszi, ez az. Remélem, hogy közben megérkezett a cikk, aminek a befolyatására várok. Ja, igen. Itt reggel óta, tehát... Igen. No pressure. Azt szólok neki, hogy adjon. Még mert most már mennél a másik helyedre. Én biztos gyorsan el fogja küldeni, megértő lesz. Az biztos. Na jó van, akkor én most elbúcsúzom. Szervusz, csocsó. Hát de még itt ülök. Szervusz, csocsó. Jön a vonat. Feléd dől a fa. Szóval én most elbúcsúzok, majd találkozunk a következő játszunkba, ha majd lesz. Egyébként lesz. Egyébként lesz, én nem lesz. Hagyom el ezzel játszunk talaját, valahogy úgyis. Ha eleget kommenteltek, akkor majd lesz. Egyébként tényleg ez olyan szomorú, megnézik több ezen, és abból csak van kb. 10 komment, és mind ugyanezt. Mert mindenkinek tetszik, milyen azok, gát, akiknek... Milyen gáton gétenjátszottok? Nem igaz, tök sok rendes olvasó, és múltkor a Levrobbe is betettem egyet, aki nagyon-nagyon szereti az ezzel játszunk videóinkat, és nekem ez tök jól esett, hogy van olyan, aki ezt nézi, és az egyik, a másik meg azt, hogy nézik, hát ott van a ott nyilvános. Én az ilyen számoknak nem hiszek. Ja, te is tanultál statisztikát, ismered, hogy mi a dörgés a számokkal, jó? Pontosan így volt. Hazudnak, puf. Ez mekkora király volt, úristen, és plafonok csöpögnek a zarabkát. Igen, majd elküldöm Évinek, hogy ezt a... Ezt a videót, ezt tudom való, mert szeretem a vért. Úristen, de jó volt, ahogy csöpög le a plafonról a vér, és hogy felrobbantak, és a belek a nyakam körül, úristen. Figyelj, hogy én ezt valami blogra írnám, akkor már jönne értem a tech, tehát hogy Amerikában már jött volna az FBI. A swatting lenne a vége. Ah, biztos. De most miért teleportáltok még megint ide? Hát, mert egyébként szerintem végtelen itt van. Jövő héten majd Counter-Strike-ozunk, jó? Counter-Strike-ozni? Dehogy is. Az nem Counter-Strike. Mi játszunk egyébként, szoktunk játszani John Bartékkal Counter-Strike-ot, de csak így saját magunk botokon, és a botok mindig nyernek. A botok ellen! De hát jó, azt mondjuk szórakozni. Komolyan, most na, jó, oké, most már nem is vagyok olyan szomorú, hogy jelent. Botok ellen, Isten. Ezért viccelődök én azzal, hogy neked a kék bot a barátod, meg a... És nézd, nem gondoltam komolyan, hogy azok a barátok. Őket viszem magammal, a botokat. És megcsináltam a pályát, tessék. Nagyon király voltál, és oda nézd, mi 65-szer, 30-szer, 30 másodpercet meg lehet csinálni ezt a pályát. Hát egyébként végül lehet rajta futnia. Jó van, nem kell itt az orrom alá dörgelni. Nem nézzük meg a következő? Nem.
You are here. Mintha nem tudnám. Egyébként van egy olyan mod is, de az nem a brut, nem tudom, hogy kompatibilis a brutál moddal össze lehet fésülni, amikor az összes pályát egy nagy pályával alakítják. És így végig mész, tehát hogy kinyílik az ajtó és itt vagy. Az valami zseniális. Hát akkor mi nem rakják össze ezeket? Hát vannak ilyen pakok, ahogy összepakolják, de nem tudom, hogy... Tehát őszintén szóval ennek a telepítés is különményesebb egyébként, csak Jombát volt olyan jó fejse elküldeni a saját verzióját. Hát nem volt olyan nehéz. Hát nem, mert... Egy-két ini fájllal kellett izélni. De az már össze volt rakva az a verzió. Tudom. Tehát, hogy különben így kell hozzá egy ilyen motív is. De majd a V20 elvileg olyan lesz, hogy rendes installerrel meg mindent, tehát ott már nem. Azt hiszem. De majd mondom, Jombát majd kijavít, vagy azok, akik ez. Majd az utódoddal megbeszéljük, jó? Oké. Okay. Na, szervusztok nézőink. Szervusz Csocsó. Ki jár a tarra? A kisbigben majd gyere vissza néha, mert hogy jó a kaja. igen, egy jó kis somogyit az betolott. Egy fatányérosra. Fatány, és soha nem ettem. Képzeljétek el, a kisbig nevű én kajáldában ott szoktunk enni. Ott van egy olyan menü, hogy fatányíros. Az egy ilyen mindent bele, és akkora, hogy hát én csak híres, nagyevőknek, azon csak nagyevőknek oda van írva, és hát így én nagyevő vagyok, de annyira nem. Tehát... Ilyen kis kifőzde, egy kis család csinálja, és így olyan nagy brutál kajákat adnak, hogy így kérsz egy kis menüt, és így a felét bírod megenni. Egyébként tényleg beszadás, a kis menü akkor, mint más helyen így az ilyen, nem tudom. És a kis menüben van leves, vagy előétel, meg főétel. Na, köszönjük szépen, átmegyünk, akkor most egy hónapig ingyen eszünk, ugye? Igen, tényleg, most jó pár ezer ember megismerte a kisbig nevét. Ide küldjétek a reklámbevételt. Igen. Jó. Majd szólunk nekik. Na, hát... Ezt még felrobbantom, jó? Mert te szereted, hogy a vér pöcsög a falon. Még, ne hagyd abba! Piros kulcs is, jó? És most már erekciód van. Még egy közbelkes, itt volt az a híres hírhetjelenet, itt van az a videó, amikor ami egy ilyen Microsoft prezentáción készült a Win95 online lehetőségéről, hogy itt felsétál ide a pályára, erre a pályára, ennek az emelvény részére Bill Gates, és elmondja, hogy nagyon jól fog működni, kb. Ilyen hangja van. Nagyon jól fog működni a Win95 LAN-on, és megint egy imp, odafordul egy shotgunnal, ne szakíts félbe, dír, és így szétlövi az impet. És félbe szakítja, gondolom, csak deréktól. Igen, így meghal az imp, és utána, na szóval ott tartottam, és mondja tovább. Az a videó egyébként nagyon, nagyon hírhet volt, a Microsoftnak nagyon nem tetszett az ottani marketingeseknek. Azt, aki csinálták, annak így megmondták, hogy a büdösségben nem akarják látni ezt a cuccot, hogy ott az egyik legjobb marketing anyag volt ever. Igen, az ott a fehér telefonokat, meg fehér számítógépeket gyárt, aminek a feltalálója akkor a zseni, mint Einstein, ezt egyszer elmondták, meg Edison, az ott a kedvencem. Jaj! Volt az a híres videó, a ligyelő szó már volt. Már kitalálom, hogy ki. H. András. Nem, ő nem volt benne pont, azt hiszem. Pont nem. Nem, vagy a másik volt benne a hát most mondjak nevet. Piros. Mondjál, mert most már kibontuk, hogy kis. Magyarorsi Csaba. Jaj, a tech király. Apple blogos, és hát azon így besírtam, tehát. Hát de hát ő nem is az a, szereti az Apple termékeket. Ő nem szereti? Dehogynem. Miről beszélünk? Azzal alszik. Egyébként az izén volt egy ilyen Friderikusz interjú. Egyébként ajánlom azt interjút. Eleve egyébként a Friderikusz fél interjúkat ajánlom, volt jó. Volt a izével is, volt ő egy sasával, meg Stokival, a GTA 5-ről egyébként. Azt nem tudom, az megvan-e. Friderikuszos? Ja, mm-hmm. Volt. Ja, és valami felkészült volt ő, azért nem látszik, hogy ő nem szabad. Stoki? Ő a is Irlanda Friderikusz, aki csinálta az interjút. Hát jó, hogy. Hát, te is az lennél. Figyelj, nézd, a Larry King interjúk után, amikor Csodikám egy fél évig azt sem tudta, hogy kit interjúztat, és olyanokat kérdezett a meghívott énekesektől, hogy milyen zenét játszol. Azok utáni... De ciki. Ja, utána nem is újítottam meg a szerződését, megkértek, hogy menjen nyugdíjba. Annyira látványosan szart az egész. Nem baj. Jó, hát figyelj, na, ilyen az, amikor ez elmúlik. Ez itt Csocsó. Az új munkahelye. Várjál, nincsenek ott a posztitok, hogy minek kéne kész lenni időre. Igen. Majd egy hét múlva. Na, szervusztok, nézzünk, még egyszer háromszor elköszöntem már, szervusz. Csocsú. Szervusztok. Mentem vacsorázni nélküled. Bro, sziasztok. Szia. A hangot a Razer Siren mikrofonnal rögzítettük.